Nagy szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt az MMA kiadó nevében, itt a Párbeszéd házában és a képernyők előtt. Kiadónknak egyik fő célkitűzése és küldetése a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak reprezentálása, munkásságuk felmutatása és népszerűsítése. De van egy másik hivatása, küldetése, célkitűzése, hogy hozzájáruljon Európa és a világ szellemi térképének a megrajzolásához is. Könyvek, kiváló tudósok, esztéták, egyházi személyiségek könyvei által. Ezt a célt szolgálja, ezt a küldetést tölti be a kiadó egyik legkedveltebb sorozata, a Pász Pro Toto könyvsorozat, amelyet az egyetemisták nagyon nagy szeretettel vásárolnak, az ifjúságnak egyik kedvelt sorozata. Ennek a sorozatnak, a legutóbbi darabjának a bemutatására gyűltünk ma este itt össze. József Ratzinger, 16. Benedek pápa előadásainak, vitairatainak, esszéinek, prédikációinak egy eszenciális válogatására, amelynek a bemutatása egy beszélgetés keretében fog ma zajlani. Nagy tisztelettel köszöntöm és nagyon köszönöm, hogy elfogadta a kiadó és az akadémia meghívását. Eddő Péter, bíboros, prímás, esztergom budapesti érseket. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm. Hasonló tisztelettel köszöntöm a Magyar Művészeti Akadémia elnökét, Turi Attila építészt. Megtisztelt jelenlétével Rikli Gábor is, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára szeretettel. És akik a könyvbemutató beszélgetés további résztvevői, bíboros úr mellett, nagy tisztelettel köszöntöm Deák Hedvig domokos nővér teológust, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola egyetemi tanárát. Tisztelettel köszöntöm, akinek ezt a kötetet köszönhetjük, Görföld Tibort, a kötet fordítóját, egyetemi docens, a Vigília főszerkesztőjét. És aki a beszélgetés kalauza lesz, moderátor Jancsó András, nagy tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos segédmunkatársát. A beszélgetést megelőzően felkérem Turi Attila elnök urat, hogy mondja el köszöntő beszédét. Eminenciás bíboros úr, kedves meghívottak! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az MMA kiadó legújabb kötetének bemutatóján. A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelmélet és Módszertani Kutatóintézete és az MMA kiadó közös gondozásába indított Pász Pro Toto sorozat most megjelent kötetébe József Ratzinger összegyűjtött írásait olvashatta. A könyv a politika, szabadság, hagyomány, a kereszténység és az Isten kérdés Európa jövőjében címet visel. Nagy öröm számomra, hogy József Ratzinger, akit 2005 óta 16. Benedek pápaként tisztelhetünk, egybegyűjtött gondolatait az MMA kiadó egy kiváló szakember, Görföld Tibor teológus, vallásfilozófus fordításában jelenthette meg. Köszönöm. 16. Benedek pápa ebben a kötetben olyan témákról értekezik, mint az európai szellem jövője, a társadalmi együttélés, vagy a keresztény ember felelőssége a modern világban. Két nagy struktúra, az egyház és a szekularizált társadalom összeegyeztethetőségének lehetőségét részben a művészetekben látja, mi pedig elmondhatjuk, hogy a Magyar Művészeti Akadémia értékrendje a 2000 éves kereszténységen nyugszik. 16. Benedek pápához a művészeti ágak közül talán a zene állt a legközelebb, melyen keresztül személyesen is megtapasztalta a művészet lélekre tett felemelő hatását. Többször idéznek tőle, hogy a zene az egyetemességével kifejezi azt, amit a szavakkal nem lehet. Jézust
aki megtestesül és emberré lesz. 2009. novemberében a művészvilág jeles képviselőit hívta össze a vatikáni Sixtusi kápolnába, hogy elősegítse az egyház és a művészetek közötti párbeszéd megújulását és elmélyítését. Akkor a következőket mondta az egybegyűjtetnek. Ti vagytok a szépségőrzői. Hála a tehetség ajándékáért, azért, hogy az emberiség szívéhez szólhattok, hogy érinthetitek az egyéni és közösségi érzékenység területeit, hogy álmokat és reményeket kelthettek, hogy kitágíthatjátok az emberi tudás és az elkötelezettség horizontját. Művészetek által hirdessétek a reményt, és tegyetek róla tanúságot az emberiség számára. Ne féljetek szembenézni a szépség legbelső és legutolsó forrásával, párbeszédet folytatni a hívőkkel, akik, mint ti is, zarándokoknak érzik magukat a világban és a történelemben, és a végtelen szépség felé haladnak. A hit nem csökkenti alkotó géniuszotokat, művészeteteket, épp ellenkezőleg, érvényre mutatja, táplálja azt. Lépjétek át a látható és láthatatlan világ küszöbét. Elbűvölten és meghatottan szemléljétek a végső célt, a soha le nem nyugvó napot, amely megvilágítja és szépé teszi a jelent. Vitathatatlanul kiolvasható el sorokból a nagyra becsülés, de a művészet óriási felelősségére is felhívja a figyelmet. E találkozó előtt és utána is több alkalommal beszélt a pápa a művészetekről, azon művészeti alkotásokról, amelyek az Isten felé vezető útra irányítanak bennünket. 16. Benedek pápa Michael Fauber bíboros szavait kölcsönözve arra figyelmeztet, a kultúra lelke a lélek kultúrája. Vissza kell térnünk azhoz az origóhoz, amelyen akadémiánk is alapszik, és amely a klasszikus görög kultúra mellett valójában egész Európa alapja. Kívánom, hogy a most megjelent kötet is arra ösztönözze az olvasókat, hogy ebben a szellemben haladjunk tovább személyesen és közösségként egyaránt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm elnök úr bevezető ünnepi gondolatait, és most tisztelettel fel kell a beszélgetés részvevőit, hogy foglalják el azt a vagyok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos segédmunkatársa és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen működő Josef Ratzinger 16. Benedek kutatócsoport tudományos titkára, és nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy a beszélgetés elején a Magyar Művészeti Akadémia kiadójának gondozásában megjelent politika, szabadság, hagyomány, kereszténység és az Isten kérdés Európa jövőjébe című kötetet, amely Josef Ratzinger írásaiból kínál válogatást, röviden bemutassam. Ez nem egy egyszerű feladat, hiszen egy több mint 600 oldalas kötetről van szó, ami 35 írás tartalmaz Josef Ratzingertől, amelyeket a fordító záró tanulmánya helyez el a korábbi pápa gondolkodásának a kontextusában. Ezt a kötetet 5 tartalmi egységre osztották, szabadság és az igazság értéke, Európa múltja és jövője, az egyház terében,
történelmi idő és az emberi üdvösség, valamint a nemzetek egysége, ahogyan azt az egyházatják látják címek alatt. Most nem is vállalkoznék valamelyik tanulmány bemutatására, hanem csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a kötet egy új perspektívát nyithat a magyar nyelvű olvasóközönség számára József Ratzinger gondolkodásának megismerésében. Ugyanis bár számtalan írása elérhető magyar nyelven József Ratzingernek, a teológusnak és 16. Benedeknek, a pápának, viszont mindeddig fájúban hiányoztak Ratzinger politikával, társadalommal, Európával kapcsolatos szövegeinek a magyar fordításai. Ezért ez a kötet feltétlenül hiánykutató funkcióval bír, és az e témában eddig fragmentáltan megjelent magyar nyelvi fordításokat egészíti ki, teszi teljessé. De hogyan is vázolhatók József Ratzinger politikáról és társadalomról szóló gondolatai a kötetben helyet kapó szövegek nyomán? Egyfelől talán fontos látnunk, hogy Ratzinger nem volt egy rendszeres politikai gondolkodó, nem alkotott szisztematikus politikai filozófiát, de már a pápasága előtt is számos írásában, beszédében és homiliájában foglalkozott társadalmi és politikai kérdésekkel, ezeket olvashatjuk el most magyarul is. Ezeknek a szöveghelyeknek a vizsgálata pedig lehetővé teszi, hogy rekonstruáljuk József Ratzingernek a politikáról szóló gondolkodását, aminek során négy fő téma azonosítható. A hit és értelem egymásra utaltsága, az objektív igazság kérdése, az erkölcs és a jog kapcsolata, valamint az állam politikát megelőző alapjai. Ez a négy téma szerves egységet alkot Ratzinger politikai gondolkodásában, és ezeknek a témáknak egy része az állam prepolitikai alapjai, valamint az objektív igazság és erkölcs kérdése szorosan kapcsolódik a 20. század második felében kialakult neokonzervatív német münsteriánus filozófiai hagyományhoz. Hit és rész egymásra utaltságából ez a téma ugye már Ratzinger korai munkájában is központi helyet foglal el, következik az objektív igazságra vonatkozó kérdés is, ami pedig szorosan összefügg az erkölcs és a jog kapcsolatával. Hiszen amennyiben a hit értelmességének tagadása az objektív igazság elutasítása, ugye az objektív igazság nélkül az erkölcs is észszerűtlennek tűnik Ratzinger felfogásában. Hiszen a hit értelmességének tagadása az értelemként megtestesülő objektív igazság az Isten elutasítása. Ez pedig egyúttal egy nyelvi kérdés is, hiszen ahogy Ratzinger is felhívja a figyelmet, Isten és az objektív igazság kérdése kikerült a plurális és demokratikus közbeszéd, valamint a tudományos nyelvszor szótárából. Erre Ratzinger mellett például Ernst Wolfgang Böckenförde, német jogfilozófus, alkotmánybíró is felhívja a figyelmet, hogy a 80-as években már az Isten kérdés zárójelbe tételéről beszél a politika elméletek területén. Ez a vizsgálódása összecseng Ratzinger megállapításával, Böckenförde így fogalmazott, idézem, ha ugyanis Isten létezik, ha az isteni kinyilatkoztatás megtörténik, ha a teológiai kijelentések igazságot tartalmaznak, annak messze menő jelentősége van a politikatudományok, különösen a politika elmélet feladatai és ismeretelméleti tárgya szempontjából. Az e kötetben megjelenő szövegek akár úgy is olvasható, mint egy bátor próbálkozás, amely az Isten kérdés jelentőségét és megkerülhetetlenségét próbálja a politikai és társadalmi kérdésekbe újra felismerhetővé tenni. És végül csak egy utolsó gondolat, hogy fontosnak tartom kiemelni, hogy ennek a bátor próbálkozásnak a lenyomatai mi most egy olyan kiváló magyar fordításban olvashatjuk, amely gördülékenyen adja vissza az egykori német pápát jellemző világos és mindig pontos fogalmazást, ezért külön köszönettel tartozunk Görföl Tibor ismét kiváló fordításának, amihez szívből gratulálok. Ezt a pár gondolatot szántam bevezetésnek, bízva abba, hogy akár a beszélgetéshez is valamiféle vita alakulhat, de most egy ilyen hátrébb lépnék, és picit távolabbról indítanám a beszélgetést, hiszen Ratzinger gondolkodását nem tudjuk elszakítani az ő személyétől. És ugye a 16. Benedek pápa nem járt apostoli úton Magyarországon, de több beszédéből, írásából, gondoljunk akár a Szent Erzsébet 800. születési jubileumára küldött levelére is, feltárulkozik a magyarok iránti szeretete érdeklődése, és elsőként fordulnék Bíboros úrhoz, hogy hogyan emlékszik vissza
József Ratzinger, 16. Benedek pápa személyére, milyen személyes emléket emel neki? József Ratzingerrel kezdünk, akkor azt hiszem, hogy illő a pápasága előtti időre visszamenni. 1999-ben még szakértőként vettem részt a második Európáról szóló szinóduson. Ugye a berlini fal leomlása után lassanként aktuálissá vált, hogy az egyház is reflektáljon erre, és ezért hívta össze II. János Pál ezt a szinódust. Na most ennek a szinódusnak az előkészítő megbeszélései során, hát jelen volt többször Ratzinger bíboros is, és kiderült, hogy ő az igazi európai, mert hagyta beszélni a többieket, és valóban kíváncsi volt a véleményükre. Tehát amikor a hosszú asztal körül már majdnem mindenki hozzászólt, akkor összegezte a mondottakat úgy, hogy nem egy prekoncepció alapján beszélt, hanem mindenkinek a gondolatát figyelembe vette. Na most később a különböző szinódusi és szinódus utáni megbeszéléseken világossá vált, hogy hát ilyet más nem csinál, csak egy európai. Szóval akár még azt is, hogy hogyan lehet egy témát pontokba összefoglalni. Tehát őnála azért ez úgy nézett ki, hogy mindegyik gondolatnak megvolt a kapcsolata a másikkal, és mindegyiknek volt egy részletes háttere, finoman megrajzolva. Na most ez például egy angol nyelvi csoportban az rövid frázisokból állt, de nagyon közérthető és erőteljes volt. Akár ázsiaiak, akár amerikaiak fogalmazták, de mindig ez volt a végeredmény. Tehát az európaiságnak egy differenciált, egy merem azt mondani, hogy demokratikus arcát mutatta fel ő. Ő nem beszélt olyan sokat Európáról, mint II. János Pál, viszont ő maga volt az európaiság. Erre később pápa korában egyesek, jóindulatú kritikusai azt mondták, hogy hát ez borzasztó, nem kormányoz. Csak beszél, de nem kormányoz. Tehát azt, ami neki az eszménye volt, ezt mondjuk úgy, hogy hatékony, kemény, ha tetszik, goromba intézkedésekkel nem vitte keresztül. Miért? Hát azért, mert ő nem csak beszélt a demokráciáról, hanem neki a vérében volt, hogy tisztelni kell a másikat, ha eddig tart a megbízatása, csinálja, és a többi, és a többi. Tehát ő valóban a szabályokat, meg a többieknek a szabadságát is amennyire lehet tisztelte. Tehát ez az európaiságnak az egyik vonása volt nála, az biztos. Ő annyira arról nem beszélt, hogy a két tűzővel lélegzéshez János Pált jellemezte inkább, aki érzékelte erősebben Kelet-Európát is. Na most ő viszont egy nyugati ember volt, aki például Jürgen Habermas-szal úgy folytatta a diszkusziót, hogy kiderült belőle az, hogy ő, amit a nyugati keresztény kultúra vívmányainak vagy értékeinek tekintett, azt messze menően univerzálisnak tartja. Most, hogy itt csak a krisztusi üzenet univerzalitásáról volt ez szó, vagy inkább egy csomó egyébnek az egyetemes érvényéről is, amit mondjuk keresztény ihletési nyugati kultúrának szoktak nevezni, hát azt hiszem inkább ez a második. És ez is mutatja, hogy hát bizony ő európai, sőt nyugat-európai ember volt. Bíboros úrnak a hozzászólásából is kitűnik, hogy van József Ratzinger gondolkodásának egy bizonyos pillérzete, vagy felépítettsége. És tavalyi évben elhúnyt piarista atya, Lukács László, aki talán magyar nyelven az egyik legavatottabb kutatója volt 16. Benedek pápának, úgy fogalmazott, hogy Ratzinger nem fogalmazott meg átfogó teológiai rendszert, nem volt rendszeres teológiai gondolkodó, ennek ellenére mégis érezzük, hogy vannak főbb témák, és fordulnék Laura nővérhez, elnézést, Laura nővér is aktuális lenne a témában, Hedvig nővérhez fordulok, elnézést kérek, hogy hogy látja Mik Ratzingernek a teológiai főbb témái.
Igen, ez most így hallatszik. Valóban igaz az, hogy... Tehát, hogy valóban igaz az, hogy a szisztematikus gondolkodónak ilyen értelemben nem lehet mondani, hogy nem jutott arra lehetősége az életpályája alakulása folytán, hogy egy teológiai szintézist megalkosson. Úgy fogalmaznék, hogy úgy járt, mint a habilitációs dolgozatának a témája, ugye Szent Bonaventura, akit ugye megválasztottak a ferencesen generálisának, és utána már nem nagyon volt ideje teológiával foglalkozni. Ratzinger is hasonlóképpen járt némiképpen, hiszen már 1977-ben ugye müncheni érsek lesz, és akkor utána már nem, hát nincs egyáltalán, hát nem egyáltalán, de hogy olyan értelemben teológiai, kutatói tevékenységre már nem nagyon vagy korlátozottan volt csak lehetősége. Úgyhogy a ettől függetlenül azért vannak olyan munkái, amelyek lehettek volna így a pillérei vagy részei egy teológiai összegzésnek, így például az eszkatológiája, ami Végidő címen ugye olvasható magyarul is, aztán ide sorolnám, bár ez ugye határeset kicsit, a talán legnépszerűbb könyvét, a Bevezetés a keresztény hit világába, ami 1968-ban jelent meg. És én egyébként a liturgiával kapcsolatos műveit is ide sorolnám, például a Liturgia szelleme című művét, ugye szintén olvasható magyarul, amely ismét egy ilyen monográfia jelleggel készült. És való igaz az, hogy már a teológiai szintézis nem tudta megalkotni, ugyanakkor ott vannak azok az alapvető gondolatok, amelyek visszatérnek az ő írásaiban, és ezt láthatjuk ebben a könyvben is. Én úgy fogalmaznám ezt meg, hogy amit őt leginkább így érdekli, talán teológusként szabad így fogalmazni, az a keresztény hit igazságának a teljes érthetőségének a kifejtése tulajdonképpen. Tehát az abból a meggyőződésből indít, hogy a keresztény hitnek a teljes valósággal kapcsolatosan van mondani valója, és hogy az embernek az élete az egy eleve adott igazságon alapszik. És aztán ugye ebből a pontból kiindulva ugye jönnek azok a kérdések, amelyek őt nagyon sokat foglalkoztatják, tehát hogy például a keresztény hit és a történelemnek a viszonya, és akkor ezzel kapcsolatosan a modernitáshoz való viszonya a hitnek, és aztán hát az egész egyház és modernitás viszonya, az is azt gondolom, hogy egy végig vonul az életművén. Aztán ezzel kapcsolatos ugye a hit és az értelem kapcsolata, ugye a Fidesz et Ratio, hát enciklikával kapcsolatban mondták azt, amikor ez megjelent Rómában, én pont akkor kint tanultam, és azt mondták, hogy hát azért Fidesz et Ratio a címe, mert hogy Fisichella et Ratzinger volt a két szerző, tehát hogy azért ott mögötte is ott van az ő gondolkodása, tehát hogy ez is az egyik, és hát éppen ezért a modernitással kapcsolatos kérdések, tehát a szabadság és emberkép és mindaz, ami ehhez kapcsolódik, azt gondolom, hogy ezek, amik őt a legjobban így érdeklik. És hát persze, hogyha egy teológiai témákat nézünk, akkor az egyházzal indít, de utólag visszanézve megfogalmazza, hogy ugyan az egyház témájával indít, de az egyház is az Isten kérdés miatt érdekli őt elsősorban. Említette Hedvig nővér a hit és értelem kapcsolatát, és ugye van egy másik kiemelt témája is Ratzinger gondolkodásának, amit talán úgy fogalmazhatnánk meg, hogy az igazság és a történelem kapcsolata, és akkor itt valóban gondolhatunk Szent Bonaventurának a történelem teológiájára. És ennek a témának egész komoly gyökerei vannak a német teológiai hagyományban. Tanár úr, te hogy látod, mik ennek a hagyománynak a forrásai, amiben benne áll Ratzinger, és mennyiben tudja ezt a német teológiai hagyományt esetleg megújítani, vagy tovább gondolni? Azt hiszem, hogy két részre bontanám a válaszomat nagyon röviden. Az egyik rész arra vonatkozik, akik a katolicizmushoz belülről viszonyulnak, és belülről érdekes számukra, a másik rész pedig, akik kívülről érdeklődnek, vagy kívülről találkoznak a katolicizmusra és a katolikus szellemmel. Az első rész röviden, tehát azok szempontjából lehet érdekes, akik belülről viszonyulnak ehhez a világhoz, vagy belülről vannak ebben a dimenzióban. Számukra az lehet érdekes, hogy József Ratzinger, amikor fiatalként teológiát és filozófiát tanult, azzal szembesült, hogy a tanítási ajánlatok, amikkel ő találkozik, a történelemtől független, időtlen igazságokat próbálnak megfogalmazni,
és a történelemtől független állításokat próbálnak meg jeleníteni a hallgatók számára. Ezzel szemben volt egy mozgalom, a német teológiában, és József Ratzinger is ennek a mozgalomnak a része, amely szerette volna rehabilitálni azokat a témákat, amelyek a 19. századi romantikus gondolkodásban előtérbe kerültek, ugyanakkor a korabeli hittudományi felsőoktatásban nem kaptak szerepet. Ilyen volt a történelem fontosságának az elismerése, a szépség fontosságának az elismerése például. Egyáltalán nem magától értetődő az, 100 évvel ezelőtt, 150 évvel ezelőtt, hogy a szépség a katolikus szellemben fontos szerepet kaphat. József Ratzingernél ez fontos szerepet kaphat. A romantikus gondolkodásban a történelem meghatározó jelentőségű volt a 19. században. De akkor fölmerül az a kérdés, hogyha az ember történelmi lény, és történelmi folyamatokon megy keresztül maga az emberiség, lehet-e az állandó változásban, a folyamatokban, az ugyanannak vissza nem térésében változhatatlan igazságról beszélni? Összeegyeztethető-e az abszolútum, vagy az abszolút igazság, és a változó történelem? Erre születtek ebben a korban olyan válaszok, hogy nem. Az igazság maga változik a történelemmel, és perspektíva kérdése a történelem. És születtek erőfeszítések annak a megvilágítására, hogy hogyan lehet egy abszolút igaz állítást a változó időben kimondani. És József Ratzingernek ez volt az egyik legnagyobb szenvedélye gondolkodóként, hogy a történelmet és az abszolút igazságot összeegyeztesse egymással. Ami talán a katolicizmus és a katolikus szellemhez kívülről viszonyulók számára érdekes lehet ebből a szempontból, az az, hogy azt hangsúlyozta, hogy bármivel találkozzunk az emberrel kapcsolatban, az emberi létezéssel, művészettel, emberi együttéléssel, állammal, erkölcsel, joggal, minden egyes területen találkozunk valamivel, ahogyan már Jancsó András is említette, ami előzetesen adva van az ember számára. Az ember a legnagyobb hibát akkor követi el, ha azt feltételezi, hogy a boldogságát, a teljességét a saját maga létre tudja hozni. József Ratzinger azt hangsúlyozza, hogy fontos a cselekvés, fontos a tevékenység, fontos a kreativitás, de az ember embersége akkor marad sértetlen, ha tudatában van annak, hogy van valami előzetesen adott számára, amit el kell fogadni, amit nem ő hoz létre. És azt hiszem, hogy aki kívülről viszonyok a katolicizmushoz, talán nehéz megérteniük vagy elfogadniuk azt, hogy van valami az emberi létben, ami nem magának az embernek a produktuma. Mintha kiskorúvá válnánk attól, hogy olyasmit kell elfogadnunk, amit nem mi hoztunk létre. József Ratzinger azt mondja, hogy attól válik az ember nagykorúvá, hogy kész elfogadni azt, amit nem ő hozott létre, de meghatározza a létét. Amikor a Ratzinger gondolkodásának, teológiai gondolkodásának a gyökereit kapargatjuk és próbáljuk feltárni, akkor ha fellapozzuk az önéletírását, akkor ott van egy egész bensőséges vallomás. Ugye úgy fogalmaz, hogy Szent Ágoston, aki igazán az ő bensőjét megérintette. Hedvig nővér, hogy látja, hogy Szent Ágostonnak ez a hatása, amiről ilyen már-már érzelmesen nyilatkozik Ratzinger, az miben ragadható meg igazán? Valóban az Ágostonhoz való viszonya az meghatározó a teljes életpálya során. Azért háttérként hozzátenném azt, hogy az ő teológiai eszmélődése az egy olyan kontextusban zajlik a II. Világháború után, amikor előtte egy nemzedékkel, ugye Henri de Lubac és mások, az egyházatyákhoz való visszatérés szorgalmazzák a katolikus teológia számára, ugye a Ressourcement és hát a Nouvelle Théologie, amiről nem biztos, hogy létezik, de a Ressourcement az mindenképpen, szóval, hogy a visszatérés az egyházatyákhoz, hogy belőlük meríteni frissességet, stb. És hogy ez az, ami őt, de Lubac például, hát az ő egyik műve, a katolicizmus, az ugye rendkívüli módon nagy hatást gyakorol rá, és azt gondolom, hogy ezzel van összefüggésben az, ahogyan Ágostont választja. Azért is, mert hogy Ágostonban van egyfajta olyan egzisztenciális hang, ami hát ma is teljesen kortársá teszi. Hát hogyha ma Szent Ágostonnak egy prédikációját olvasuk, hát azt ma is szerintem ugyanúgy szinte el lehet mondani, mert hogy van benne egy olyan hang, ami mindenkihez szól, és én azt gondolom, hogy ez az ő számára is relevanciával rendelkezett, hogy meg hát Szent Ágoston szintén lelki pásztor, ugye püspök,
ként volt teológus. És hogyha a teológiáját, már Ratzingernek a teológiáját nézzük, hát vannak olyan szakaszok, amit az ember olvas, akkor azt gondolhatja, hogy hát ezt Szent Ágoston írta. Különösen akkor, amikor ugye arról értekezik, hogy az embernek ez az adott, eleve adott valósága, hogy az erre való rátalálás, az tulajdonképpen ugye Krisztusnak a személyében él célhoz, mert hogy Krisztusban ér célt az embernek a vágya az igazságra és a jóságra, illetve a szeretetre. És ezt azt hiszem, hogy ez a legfontosabb gondolat, amit az Ágostontól vesz, és hát látjuk az első enciklikája is, a Deus Caritas, ezt egy Isten a szeretet, tehát hogy ez a gondolat, hogy az ember igazságra és szeretetre való vágyának a beteljesedése az Jézus Krisztusnak a személye, ez központi nála, és ez abszolút Ágoston ihletésű. Egy picit eltávolodva a teológiai gyökerektől, ha rápillantunk Ratzingernek az életére, akkor azért mint 20. századi ember, aki átlóg a 21. századba is, azért jelentős történelmi események keretezik az ő életét, és ilyen a II. Vatikáni zsitant is. Bíboros úr, hogy látja, hogy ismerik a Ratzingert, aki teológiai tanácsadó, majd pedig 16. Benedek pápát, aki folyamatosan hangsúlyozza a II. Vatikáni zsinat helyes értelmezését. Mi ez a helyes értelmezés, amit Benedek pápa még az utolsó beszédeibe is a figyelmünkbe ajánl? Ezt egy szóval jellemezhetném, hogy kontinuitás. Tehát, hogy a II. Vatikáni zsinat a tényleg jóváhagyott és számunkra is irányadó dokumentumaiban, tehát nem az azt követő vitáknak a újságírói tudósításaiban, hanem abban, amit a zsinat mint olyan elfogadott, szóval ebben folyamatosságban van az egyháznak a teljes tradíciójával, tehát a normatív tradícióval, ami visszamegy a kezdetekhöz. Na most ez egy döntő kérdés, és ebben már a zsinat alatt is természetesen ő ezt átélte, különböző törekvések voltak jelen. Tehát volt olyan, aki egyre inkább szakítani kívánt a múlttal, még olyan teológiai kérdésekben is, ami számomra alapvetőnek látszik. Na most ehhez képest volt egy olyan másik réteg, vagy másik vonulat, amelyik gyanakvással szemlélte az egész zsinatot és 23. János személyét. Később, jóval később Giulio Andreotti le is írta azokat az objektív okokat, ami miatt így tekintettek rá. Szóval, hogy ez tulajdonképpen egy manőver a katolikus egyház és a katolikus hit aláásására. Lehet, hogy volt, akinek ilyen szándéka is volt. De a Szentlélek az működött a zsinaton, és Ratzinger, mint résztvevő, később, mint bíboros és mint pápa, ezt értette meg nagyon jól, hogy vannak különböző törekvések, vannak különböző valódi alakulások, változások. Uram, bocsá, a kornak a kultúrájához való viszonyban, a kornak a társadalmi valóságához való viszonyban. Nagyon szép ebben a kötetben is a világhoz való viszonyról szóló írása. Szóval, hogy ebben vannak persze hangsúlyeltolódások, de ez nem azt jelenti, hogy az alapvető hittani örökség az ettől kezdve nem számítana. De ez nagyon érdekes, ez később is felhangzik, akár szinódusokon a vitákban, hogy a trentói zsinat az nem számít, mert az régen volt. Tehát Jézus Krisztus még régebben volt. Na most, amit ő konkrétan tanított, és ami történettudományi eszközökkel is megközelíthető, tehát nem a legendák világába tartozik, az se számít. És ebben Ratzinger bíborosnak központi gondolata volt a kinyilatkoztatás. Tehát vagy van isteni, közvetlen, személyes cselekvéssel történt külön híradás is az emberiség történelmében, a teremtés művén túlmenően is, ugye, a kinyilatkoztatás, vagy nincs. Most, ha mi keresztények vagyunk, azaz a názáreti Jézusnak a tanítványai, akkor mi őt úgy kell, hogy tekintsük, mint aki ezt a kinyilatkoztatást közvetítette, sőt beteljesítette keresztény szemmel nézve. Tehát ebben mindenképpen ő a folyamatosságnak a híve volt, ugyanakkor például az evilági dolgok
evangélium szerinti, nem önkényes, evangélium szerinti alakításában a világi Krisztus hívők autonómiáját, azt ő messze menően képviselte és védelmezte, olyannyira, hogy nem csak a zsinati szövegekben, például a Gaudium et Spesben, hanem még az egyházi törvénykönyvben is ez megfogalmazásra került. Tehát amikor ma jönnek a politikusok, hogy mit avatkozik bele az egyház, meg mit nem, meg miért nem szól erről, miért nem szól arról, akkor mindenképpen utalni kell arra, hogy a világi, az evilági dolgok rendjének van egy megfelelő autonómiája, ami nem azt jelenti, hogy független a kinyilatkoztatás igazságától, és pláne nem független a teremtő tervétől. Viszont az egyháznak a küldetése elsősorban az, hogy Krisztusnak a megváltói művét folytassa, továbbadja tanítását és a kegyelmi erejét közvetítse. Viszont az e világban élő hívő embernek nyilván a világi dolgok alakításában egy csomó olyan tapasztalatot és törvényszerűséget figyelembe kell venni, ami a magisztérium és az evangélium örökség tiszteletben tartása mellett autonómiát biztosít a számára. Tehát ezért olyan fontos, és ez megint írva áll ebben a tanulmányban, hogy amikor a tanítóhivatal például morális kérdésekben, új és új helyzetekben, új és új felfedezések nyomán állást foglal, akkor messze menően igénybe vegye a világi tudományoknak a szakértőit. Ezért néha a Szentszék vagy a Katolikus Egyetemek Nemzetközi Hálózata az kutatásokat folytat, kutatásokat finanszíroz, vagy kutatásokat, vagy kutató intézményeket tart fenn. És ez mondjuk egy morális kérdés, bioetikának a kérdésére gondoljunk. Tehát egyébként a másik ilyen az a szociálteológia, gazdaság, politika összefüggés rendszere. Ami a morálteológiának egy része, de milyen része? Hát olyan, ami egy nagyon nagyfokú szaktudást igényel. És ez a szaktudás, ez egy profán tudomány keretében érhető el, ugye? Tehát azt hiszem, hogy ebben a tekintetben Ratzinger bíboros, illetve Benedek pápa az egyrészt a kor valóságának a figyelembevételét, másrészt pedig a folyamatosságot hangsúlyozza. Még szabad lenne azt hozzátenni, hogy mit is jelent az, hogy igazság, meg objektív igazság. Hát ugye Aquinói Szent Tamás, a középkori zsidó filozófiára kifejezetten is utalva, azt mondja, hogy az értelem megfelelése a dolognak. Hát mondjuk, hogy a dolog az csak úgy változik, ahogyan a természet erői megkívánják, a dinganzich, ha van ilyen, de az emberi értelem, könyörgöm, hát nekünk kategóriáink vannak, fogalmaink vannak, a nyelvünk és a gondolatvilágunk társadalmias, tehát ott nyilván van egyfajta alakulás, és ezért becsülöm én pont Ratzinger teológiáját nagyon nagyra, mert ő nem kötelezte el magát egy filozófiai rendszer mellett. Mert könyörgöm, hát mi egy filozófiai rendszer? Hát az is egy kulturális alkotás, és a mai világban ebben messze menő pluralizmus van. Tehát nem mondható, hogy a mai kultúrával nagyobb megértést, nagyobb párbeszédet, nagyobb elfogadást jelentene, ha egy filozófiai rendszer nyomán építenénk fel az egész teológiánkat. Tehát beszélgettem egyszer vele erről, hogy hát hittudományi karon vagy szemináriumban dogmatika tankönyvnek. Azt mondta, vegyétek a Müllerét, az jó lesz, de egyébként meg volt benne, bár Auerrel együtt ugye jegyezte azt a kis 8-kötetes dogmatikát, de azért ő benne volt egy olyan szemlélet, hogy a katolikus egyház katekizmusa, ami még ugye II. János Pál alatt jelent meg, az nem egy kiegészítése, vagy egy előfeltétele egy szisztematikus dogmatikának, hanem az alternatívája. Tehát a katolikus egyház katekizmusában a hitnek a tartalmát tradicionális módon adják elő. A hitvallásról, a szentségekről, a 10 parancsolatról, meg a mi atyánkról van szó. És erről van szó hosszú évszázadok óta mindig a katekézisben. Na most, ezt természetesen biblikus és patrisztikus források alapján teszik. Úgyhogy az, ami itt a Nouvelle Théologie, vagy a biblikus és patrisztikus ébredés a 20. században, az
rendkívül fontos volt, és ami hatással volt természetesen az ő gondolkodására is. Tehát ő ezt a túlzások meg a tévútaknak a elkerülésével legitimnek és pozitívnak értékelte. Én láttam Németországban ugye a saját személyes könyvtárát, tehát ott is a patrisztikus sorozatok, de a modern kiadások ott vannak jelen. Úgyhogy ő neki ez mindennapi élet volt. Köszönöm. Hát akkor azt biztos állíthatjuk Ratzinger kapcsán, hogy az ő gondolkodása a II. Vatikáni zsinat tekintetében is komplexnek tekinthető, de ennek ellenére pont a II. Vatikáni zsinathoz kapcsolódóan őt a szélesebb nyilvánosságban, a közbeszédben konzervatívnak bélyegzik. Hedvig nővér, hogy látja, mennyiben tekinthető konzervatívnak József Ratzinger, vagy mennyiben ez a kategória nem felel meg, nem lehet a leírására használni Ratzinger gondolkodásának? Alapvető problémám van ezekkel a címkékkel, mert hát most egy konzervatívról beszélni azt gondolom a politika tekintetében talán adekvát, vagy esetleg a politikai filozófia stb. Tekintetében, de ezt a teológiára alkalmazni szerintem már eleve nehézségekkel jár. Ugye Ratzingerről az volt a legenda, vagy azt terjesztették róla többen, és hát erre saját maga is reflektál a önéletírásában, hogy hát ő a nagyon progresszív, úgymond progresszív teológusként indult, és akkor a 68-as diáklázadásoknak a hatására váltott, egyesek akár 180 fokos fordulatról is beszélnek, és akkor hirtelenjében konzervatív lett belőle. Ezt ő úgy kommentálja, hogy ők változtak, és nem én. Tehát én egyébként azt gondolom, hogy aki őt konzervatív teológusnak bélyegzi, vagy minősíti, vagy hát lehet, hogy dicséri, nem tudom, az szerintem nagyon kevés teológiát olvasott, szóval, tehát Ratzinger egész biztos, ami már itt elhangzott a Bíboros úrtól is, hogy tehát ő nem kötelezi el magát egy filozófiai rendszer mellett. Neki beszélgető partnere például a 20. századi personalizmus is. Tehát ez már önmagában egy olyan tény, ami egy úgymond konzervatívnak mondott teológusnál általában azért ez nem szokott így lenni. Meg hát a teológiával kapcsolatban én azt gondolom, hogy most egy teológus az hogyan konzervatív, vagy hogyan nem konzervatív, hiszen a teológia az önmagában már azon alapszik, hogy a kinyilatkoztatáson és az egyháznak a hagyományán, és ugye arra próbál reflektálni, próbálja a hitnek az érthetőségét megragadni, tehát ez bizonyos fajta megőrzéssel mindig jár, ugyanakkor meg egyfajta kreativitással is, és azt gondolom, hogy ő benne mindez a fajta megőrzés, hűség, kontinuitás, folytonosság, és egyfajta kreativitásnak talán lehet ezt mondani, mind a kettő megvolt. A széles nyilvánosságban a konzervatív jelző mellett ugye van egy másik idézet, ami talán a legtöbbet idézett ratzingeri mondás, ami a pápa választó konklávét megelőző szentmisén hangzik el, ami úgy hangzik, hogy a relativizmus diktatúrája van kialakulóban, amely semmit nem ismer el, ami végleges és egyedül saját akaratát és vágyát teszi meg mértékként. Ezt a mondatot szintén sokan sokféleképpen, akár kisajátítva egy-egy politikai állásfoglaláshoz idézik. Tanár úr, te hogy látod, mi a tartalma ennek a fogalomnak, hogyan kell helyesen értelmezni, hogy hűségesek maradjunk a ratzingeri gondolkodáshoz? Senki nem akar reggelig itt maradni, úgyhogy megpróbálom, nem is tudom, hogy most talán működik, hogy hogyan nem működik. Elkérem ezt. Lehet erre röviden válaszolni. Az első talán, amit említenék, hogy József Ratzinger számára nagyon fontos volt az, hogy konkrét dolgot mondjak, hogy maga az állam nem egyenlő a totalitással. Az állam nem képes az emberi élet valóságát és az ember valóságát teljes mértékben lefedni. Az volt a meggyőződés, hogyha az állam erre kísérletet tesz, az emberi életet és az emberi valóságot teljes mértékben lefedni, elkerülhetetlenül különböző ideológiáknak a fogságába fog kerülni. És amikor ideológiák jutnak szerephez, és ideológiák válnak meghatározóvá, akkor az ideológiák az igazságot és a valóságot saját képükre fogják elképzelni és hirdetni.
és bár az igazság nevében lépnek föl, valójában mindent a saját képzelt igazságukhoz mérten fognak relativizálni. Kell meggyőződésem az, hogy József Ratzingernek az egyik fő célkitűzése az, hogy az embernek a szabadságát és az embernek a méltóságát védje a különböző ideológiákkal, totális ideológiákkal, amelyek vagy kifejezetten totálisak, önértelmezésükben is, vagy rejtve, lappangva totálisak. És ezek óhatatlan relativizmusba fognak tarkolni. Ókori tárgyú írásaiban például sokat foglalkozik azzal, mennyire fontos volt Szent Ágostonnak, vagy akár Origenésznek más és más nézőpontból, ebben a kötetben is szerepel egy tanulmánya, az egyházatyák államról, politikáról vallott felfogásáról, mennyire fontos az, hogy az egyház, a katolikus egyház olyasmit kínál fel az emberiségnek, ami nemzetek fölötti. Nem zárja ki a nemzeteknek a valóságát, támogatja a nemzeteknek a valóságát, de mégiscsak a nemzetek szintje fölött elhelyezkedő valóságba helyezi be az embert. És ami még talán a relativizmussal kapcsolatban fontosnak tűnhet, szintén az egyik legfontosabb célkitűzése volt az, hogy Európával és a kereszténységgel kapcsolatban a görög gyökerű racionalitásnak az érvényét képviselje, újra felfedezze és hangsúlyozza. Meggyőződése volt az, hogy a kereszténység, amely szemita gyökerekből is táplálkozik, és görög gyökerekből is táplálkozik, elválaszthatatlan szövetséget kötött a görög szellemmel. Szövetséget kötött vele, és ezzel egyidejűleg át is alakította a görög racionalitást. De a logosznak, az értelemnek, az észnek az igénye ott van a kereszténységben, ott van Európában, és ha ennek az igénynek hátat fordít a kereszténység, vagy hátat fordít Európa, akkor saját magát, romlását, hanyatlását és pusztulását idézi elő. Az objektív igazságnak a kifejezését már használtuk, Bíborosul említette a középkori definíció kísérletét az igazságnak, de talán van még egy tényező, ami ezzel kapcsolatban József Ratzingernél nagyon fontos, és nagyon nehezen megfogható szerintem. Mindannyiunk számára. Az, hogy az igazság a keresztény meggyőződés szerint egy személy, mégpedig Jézus Krisztus. Az igazság személyes valóság, ezért csak személyesen lehet képviselni, és személyesen lehet tanúsítani. Ezért fontos az, hogy apostoli hivatal legyen az egyházban, például, mert az apostolok személyesen tanúsítják Krisztust. És az apostoli hivatalnak, a személyes Krisztus személyes tanúsításának nagyobb a jelentősége, mint ennek a tanúsításnak, az írásba foglalásának, a Szentírásnak. Ez óriási különbség a protestáns és a katolikus szemlélet között. De itt az igazságnak a személyes megjelenéséről, már ha azt mondom bárkinek a jelenlévő között, és nem akarok megbántani semmit, mit jelent az, hogy az igazság egy személy? Szerintem erre nem tudunk válaszolni, és én sem tudok pontosan válaszolni. De erről József Ratzinger gondolkodott. Mit jelent az igazság személyes jellegenek a személyes tanúsítása, és az ehhez a személyhez való hűség hogyan kötelezi a gondolkodásunkat a legkülönbözőbb területeken? Hogyha a relativizmusról beszélünk, relativizmus diktatúrájáról, akkor talán ennek ugye van egy olyan perspektívája, ami az erkölcsi relativizmus, ami kapcsán pedig többször rámutat Ratzinger, hogy ez a jog számára is veszélyt jelenthet, ugyanis az erkölcs figyelmen kívül hagyásának a következménye az az, úgy fogalmaz Ratzinger, hogy a jog már nem hivatkozhat az igazságosság alapképére. Bíboros úr, hogy látja, hogyan tartható fent a pluralista, demokratikus állam kereteit biztosító jog erkölcsi megalapozottsága? Van esetleg nekünk keresztényeknek ebben valami speciális feladatunk? Természetesen van. Hát azt már Arisztotelész a Politikában megírja, hogy a demokrácia is eltorzulhat, hogyha nincs mértéke. Tehát, hogyha mindenkinek, Benedek pápa ezt így mondta, hogy a vágyak és a vélemények, ha csak ez a kettő létezik, és a jognak meg az államnak az a kötelessége, hogy ezekből kvázi matematikailag a többséget kövesse, akkor ez nagyon rossz irányba vezethet. Tehát olyan törekvések és olyan vélemények lehetnek, amelyek nagyon sok embernek ártalmára vannak, amik elvihetik a közösséget a saját észszerű fennmaradásától is. Tehát vannak olyan objektív alapok, amelyeket nem lehet ennek kiszolgáltatni. Éppen ezért az erkölcs, mint a jognak az alapja,
az azt hiszem, hogy hagyományosan is megfelel a katolikus felfogásnak, tehát, hogy a jog az norma normata. Na és az erkölcs? Hát az erkölcs az szintén, ugye, Szent Pál alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy még a nem keresztény vagy nem vallásos embernek a szívében is, ugye, megírva van Istenének törvénye, mint a pogányoknál a római levél szerint, amelyik hol vádolja, hol fölmenti. Tehát a természetes erkölcsi érzéknek a lehetőségét, azt természetesen Ratzinger bíboros is vallotta, és ennek persze megvan a következménye, mert ettől bizalommal lehet tekinteni aztán a demokrácia működésére, hogy hát akkor talán mégiscsak az emberi józanész a többségben, ha elég szabadon kifejezheti magát, akkor jó irányba fogja vinni a dolgokat anélkül, hogy maga az állam egyfajta világnézeti elkötelezettséget kikényszerítene. Igen ám, csak közben van egy probléma, amiben mindig beleütközünk. Az előbb mondtam, hogy szaktudományos részvétel, meg kutatás kell egy erkölcsi állásfoglaláshoz. Tehát a világ nagyon bonyolultá vált. Úgy is mondhatnám, hogy az emberiség tudása, ahogy nő, ugye a gömb annál nagyobb felületen érintkezik a nem tudással. Éppen ezért annál inkább érezzük azt a nyomást, hogy persze az kellene, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb döntéseket hozzunk meg politikailag, nosza, szavazzunk rá 10 millióan. De hát mit tudom én, hogy mi a legelőnyösebb? Ugye akár egy erőmű vitánál, hogy melyik energiatermelés okozza a legtöbb bajt a környezetnek, melyik az, amelyik a legcélszerűbb. Hát szóval ezekben tulajdonképpen bizalomra volna szükség. És akkor itt van megint egy kedvenc gondolata Benedek pápának, ez a bizalom kérdés. Tehát, hogyha az emberek egymásban vagy a közösségben nem bízhatnak, akkor utána jön az, hogy tényleg csak a vágyaik vezérlik őket. És ebből állandó konfliktus adódik. Na most azt, hogy a jognak valamiféle emberen túli, valamiféle magasabb hivatkozásra van szüksége, ezt az emberiség ősidőktől fogva fölismerte. Tehát Hammurábi törvénykönyvének a bevezetőjében maga a törvényhozó belehelyezi magát az istenek világába. No, onnantól kezdve rendben van, ugye? De később is mondjuk a keresztény érában a római birodalom, Justinianus császár kódexe, az is a Szent Háromságos Istenit megvallásával kezdődik. De ez így megy végig az újkorban is, az első magyar nyelvű törvény, ugye Erdélyország törvénykönyve, az aprobálta konstitúciók, második Rákóczi György alatt, az is a vallás dolgával kezdődik, sőt ki is mondja a bevezetőben, hogy ezzel kell kezdeni, mert ez a legfontosabb. Ugye? Na most ehhez képest lehet világnézeti semlegességre hivatkozni, csak akkor az emberi közösség úgy lebeg a semmiben és keresi az értelmét. Tehát el kell helyezni a közösséget a kozmoszban ahhoz, hogy a szabályai, amiket meg tudunk fogalmazni, legyenek azok erkölcsiek vagy jogiak, hogy az egy olyan szilárdságot nyerjen, ami a véleményeken túl van. Hát ezt Benedek pápa képviselte, és amikor a relativizmus diktatúrájáról szólt. Hát ugye előtte azért egy-két héten keresztül hát voltak ebédek, vacsorák, vagy bíborosok beszélgettek, hogy hát a Ratzinger bíboros, hogy jó lenne pápának. De hát minden második ember azt kérdezte, nem lesz, hogy túl öreg, mindannyian tiszteljük, de hát már mégis 78 éves, stb. És aztán jött ez a beszéd, hogy a relativizmus diktatúrája, sokan behúzták a nyakukat, azt mondták, de hát akkor neki nincs esélye. Erre Richtig megválasztották, ugye? Tehát fölismert valamit pont ezzel a kemény kijelentésével, ami úgy látszik, hogy általános érvényű. Amikor a jog megalapozottságáról beszélünk, akkor ez a kérdés Ratzingernél összekapcsolódik az állam megalapozásának a kérdésével is. És ebben a most megjelent kötetben, ahol hozzáférhetővé válnak magyar nyelven a politikával, társadalommal kapcsolatos írásai is. Végre lehetőségünk van, hogy esetleg magyarul is
ezt a politikai gondolkodást rekonstruáljuk, és hogy van a teológiájának is gyökere, úgy talán a politikai gondolkodásának is van gyökere. Tanár úr, te hogy látod az ő politikai gondolkodására az a filozófiai iskola, amit akár Münsteri hagyománynak is nevezhetünk, és Böckenfördét vagy Robert Spemann nevét is említhetnénk, az valóban jelentős hatást gyakorol az ő gondolkodására, ezekből a most fordított írásokból előtted milyen kép bontakozik ki? Jancsó András azért is kérdezi, mert ő ennek a témának szakavatott kutatója, és minden mondatot, amit el tudok mondani, hárommal ki tudná egészíteni. Három nagyon egyszerű dolgot próbálnék röviden mondani. Az első, amire már többször utaltunk, hogy József Ratzinger számára nagyon fontos volt az, hogy az emberre és az emberi élettel kapcsolatban minden egyes tényező valami olyasmin alapul, amit nem ő maga hoz létre. Amikor Jürgen Habermas-szal vitatkozott, ami a filozófus pápa és a katolikus pápa párbeszéde volt, egy megismételhetetlen valószínűleg esemény, akkor is ez volt a meggyőződése, hogy az igazságot nem a párbeszéd, nem a vita, nem a szakértők, másokat is képviselő szakértők egyeztetése szüli meg, hozza létre, konstruálja, hanem egy előzetesen létező igazság elfogadása és megismerése és felfedezése lenne a feladat. Az állammal kapcsolatban is ezzel az elvárással él, az állam a saját egészségének, a saját életképességének az érdekében van ráutalva valami olyan elfogadására, amit nem ő maga hoz létre. Nagyon sokan ismerik pozitív vagy negatív előjellel 16. Benedeknek, József Ratzingernek a latin-amerikai felszabadítási teológiával folytatott vitáit. Talán egy percet megér ez is, mert ide tartozik. Egyrészt a felszabadítási teológián belül egy meghatározott irányzat, egy meghatározott iskola váltott ki kritikát belőle. Ez egy meghatározott teológushoz kötődött, és az ő felszabadítási teológia című művéhez. Ezt bírálta elsősorban. Miközben elismerte, hogy a felszabadítási teológiának vannak nagyon legitim, előremutató, pozitív, termékeny távlatai. Ezzel az egy bizonyos teológus, akinek a nevét azért mondom kifélve, mert domonkos teológus, Gustavo Gutierrez, aki nemrég ráadásul meg is halt, az volt a problémája József Ratzingernek már a 70-es évektől kezdve, hogy a latin-amerikai katolicizmus, mintha a marxizmus eszköztárát felhasználva, egy olyan emberi társadalmat, egy olyan államot, egy olyan együttélési formát kívánna létrehozni, ami emberi erővel hozza létre az emberi boldogság összes feltételét. Az volt a meggyőződés, hogy ez nem hozható létre. Ezek eleve adva vannak az ember számára, Isten jóvoltából, ezekre való támaszkodás, az ezeknek a kreatív kibontása lenne a valódi feladat. Nem hozható létre emberi erővel az, ami csak a kegyelemnek, Istennek, egy embert felülmúló erőnek az adománya lehet. Ugyanez a tematikához kapcsolódva. És mivel nagyon halad az idő, szerintem most csak ezt a két tényezőt említeném. Robert Spemann neve is elhangzott Jancsó András részéről, aki megint csak egy nagyon összetett és nagyon bonyolult gondolkodó volt. Ezt is félve említem, de például 16. Benedek többször meghívta Castel Gandolfóba Robert Spemann, hogy etikai téren adjon tanácsokat számára. Én nagyon fontosnak tartotta a teológiai gondolkodást. Azt is megszabad említeni, hogy nem minden keresztény ember fogadja el a teológiai gondolkodásnak a létjogosultságát, a spekulatív teológiát. Mert hát az egyház tanítja a maga tanítását, a püspökök előadják a tanításukat, mi szükség van még spekulációra. József Ratzinger azt mondta, a teológia ugyanolyan autonómiája van, mint az összes emberi tudományterületnek, a gépészmérnökségnek és a sejtbiológiának. Miközben nem független természetesen a magisztérium. Tehát Robert Spemann is meghívta etikai kérdésekben tanácsot adni számára, és erre több alkalommal is sor került kettejük találkozása révén, és például Robert Spemann azt mondta, hogy a modern társadalom olyan mértékben ki van szolgáltatva a kockázatvállalásnak, olyan irracionális kockázatokat vállal a modern társadalom a saját fenntartása érdekében, hogy bizonyos kockázatok már épp ésszel elfogadhatatlanok. Ilyen például az atomerőműveknek a működtetése.
Robert Spielmannnak meggyőződése volt, hogy irracionális kockázattal jár együtt az atomenergiának az alkalmazása. Ezt a meggyőződést természetesen nem tette a magáévá tanítóhivatali szinten, teológiai szinten sem. Joseph Ratzinger, ez egy teológiailag nehezen megítélhető kérdés, de miközben bizonyos tényezőket előzetesen el kell fogadni az államnak, és csak úgy működhet, más területeken rászorul, ahogy a bíborosról is többször említette, az etikai gondolkodóknak, a szaktudósoknak, a filozófusoknak a nézeteire, mert nem csak az ész torzulhat el, nem csak a társadalom torzulhat el, és nem csak a politika torzulhat el, hanem Joseph Ratzinger többször kimondta, hogy a vallás is eltorzulhat. Van vallási fanatizmus, van vallási fundamentalizmus, van vallási irracionalitás, aminek az esetében a józan emberi észnek a segítségét kell igénybe venni a torzulások kiküszöböléséhez. Nagyon elszaladt az időnk, és természetesen arra nem vállalkozhatunk, hogy ebbe a rövid beszélgetésbe Joseph Ratzinger 16. Benedek pápának, a gazdag életművének minden apró részletére kitérjünk, de talán egyetlen egy rövid záró körkérdést intéznék mindenkihez, ami talán arra is lehetőség, hogy olyan témákat is felvillancsunk, amire ma este nem jutott idő, hogy látják, hogy 16. Benedek Joseph Ratzingernek az öröksége, az milyen feladatot szán ránk, akik itt élünk a 21. században, legyen ez a teória vagy a praxis feladata, és mindenki véleményére kíváncsi lennék. Hedvig nővér, ha... Igen, hát én azt gondolom, hogy nyilván nagyon gazdag az életmű, és ez a kötet is éppen ezért is rendkívül értékes, mert ugye ezt a gazdagságot sikerül felvillantania. Amit én igen fontosnak tartanék most, különösen amikor így a katolikus egyházon belül rengeteg szó van arról, hogy milyen strukturális reformokra lenne szüksége a katolikus egyháznak, hogyan kellene ehhez alakítani az egyházjogot, tehát hogy rengeteg szó van mostanában erről, milyen változtatások lennének szükségesek ahhoz, hogy. Ez egy kérdés, hogy mihez. Ebben a helyzetben én szerintem nagyon nagy szükség van arra, amit ő itt hangsúlyoz, és amit máshol is hangsúlyoz, tehát hogy az Isten kérdésnek a középpontba helyezése. Lehet, hogy ebben is ott van egy ilyen ágostoni ihletés, hogy kicsit a pelagianizmusnak a kísértése talán az, hogy amikor változást, azt a struktúráknak a megváltoztatásától várunk. Ugye Ratzinger nagyon hangsúlyozza azt, hogy a valódi változás az mindig a személyes megtéréssel, meg bűnbánattal kezdődik. Ez nem biztos, hogy pont a legnépszerűbb része a munkásságának. No, de amit említesz, az, hogy az Isten kérdésnek az elsőbsége. És nagyon érdekes, amikor összegyűjtött munkáinak nem a számozásban első, de megjelenésben első kötete megjelent, az ugye a liturgiáról szóló írásainak volt a gyűjteménye, és ott azt írta az előszóban, hogy ahogyan a zsinaton is, II. Vatikáni zsinaton is először a liturgiáról szóló konstitúció volt a legelső, mert hogy az Isten tiszteletének, a kultusznak, az Istennek akartak prioritást adni, ezért ő is ezt szeretné utánozni az összegyűjtött műveiben, és azt gondolom, hogy ez az irányultság az Isten kérdésnek, vagy az Isten igazságának a középpontba helyezése. És hát hadd idézek itt egy részt, itt teljesen spontán. Köszi. Ami ide kapcsolódik, és ami azt gondolom, hogy szintén nagyon fontos, amikor arról ír, hogy a említett kérdésekre, hittel kapcsolatos nehézségekről ír. Említett kérdéseket csak akkor tudunk értelmes választ adni, ha nem hagyjuk, hogy beszoruljunk a részkérdésekről folyó viták keretei közé, hanem a hit egész logikáját a valóságról és az életről alkotott felfogásának egész racionális és észszerű tartalmát be tudjuk mutatni. Részkérdésekről való vitákban csak akkor fogunk helyes válaszsal szolgálni, ha meg tudjuk világítani azokat az alapvető összefüggéseket, amelyek elhalványodása megfosztotta a hitet belátható értelmességétől.
Tehát azt gondolom, hogy ez így egy abszolút ilyen summa summarum Ratzinger, és hogy ez is rendkívül fontos, hogy nagy a veszélye annak is, hogy mindenfajta részkérdésekbe bonyolódunk bele, de hogy a központi magra vetett tekintetet azt meg elveszítjük, és ő ebben azt gondolom egy újra meg újra, hogy visszahív minket. Tanár úr, hogy látod? Deák Hedvig említette a szeretet fogalmát, Ágostannak kapcsolatban az igazság fogalmát, ezt kiegészíteném egy harmadikkal, az igazságosság fogalmával. Ebben a kötetben lehet, hogy a leggyakrabban előforduló kifejezés az igazságosság. És amikor 16. Benedek az első enciklikáját kiadta, a Deus Caritas ezt kezdett el, akkor azt hangsúlyozta, hogy az állam ki van szolgáltatva a tévedés, a morális és az intellektuális tévedés veszélyeinek nagy mértékben. Ilyen esetekben az igazságosság megőrzése érdekében az egyház feladata, hogy az igazságtalanságra figyelmeztessen és fölemelje a szavát. Joseph Ratzinger nem csak az igazságnak és a szeretetnek az embere, igen, de az igazságosság igénye is áthatja az életművet, és egy olyan gondolkodó, aki az igazságosság sérülésével kapcsolatban morális fölháborodást érzett, és az életművében ez a megfinomított, intellektualizált és nagyon elegánsan előadott morális felháborodás az igazságtalansággal kapcsolatban. Kezdve a magzatok megölésétől egészen a történelmi és politikai vétkekig, ideológiákig, ne felejtsük el, hogy a nemzeti szocializmus idején nőtt föl, és tudta, hogy mit jelent a kommunizmus idején élni. Az igazságosság sérülése intellektuális és morális szempontból felháborodást váltott ki. Szerintem ez a felháborodás, ez egy fontos öröksége. Bíboros úr, hogy fogalmazná meg a záró gondolatát a beszélgetésnek? Kapcsolódnék itt az elhangzottakhoz. Az igazságosság Benedek pápa társadalmi tanításának egy kulcsfogalma, és azt hiszem, hogy ma ezt emlegetni, erre appellálni aktuálisabb, mint valaha. Ugye Ferenc pápa egy másik alapelvet szokott leginkább hangsúlyozni, az irgalmasságot. De ez a kettő szorosan összetartozik. Ha a Bibliát nézzük, az Ószövetségben, ugye, az irgalmasság és az igazságosság, a hesed és a cedaká, ez mind a kettő Istennek a tulajdonsága. Sőt, nagyon sokszor egy mondatban vannak említve. Tehát nem lehet az egyiket a másik nélkül, vagy a másik elfelejtésével valóságra váltani. Úgyhogy Benedek pápa tanítása az igazságosságról ma is nagyon aktuális, természetesen ő is vallotta az irgalmasságot is, de nem szabad elfelejteni ezt a részét. Egyébként az igazságnak a képviselete ugyanilyen. Tehát az igazság meg a szabadság az itt, ami összetartozik, és a kettőt nem lehet egymással szembefordítani, mert abból a baj szokott származni. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ez a megfelelő végszó volt a mai este beszélgetéshez. Köszönöm szépen a lehetőséget a beszélgető társaknak és a kiadónak és az akadémiának a tevékenységét, hogy egyáltalán megjelenhetett a kötet, és valamennyi részvevőnek az idejét, hogy meghallgatták a mai beszélgetést. Köszönjük szépen!